Teljesítve. A Racionet Honvéd férfi vízilabda csapatát már csak egy pont választja el attól, hogy a negyedik helyen végezzen a magyar bajnokság alapszakaszában, és egyik legnagyobb riválisát, a Vasast megelőzve bejusson a rájátszásba. Pedig a vezetőség a szezon előtt csak az első hatba kerülést tűzte ki célul. Úgy érzem, hogy egy óriási bravót hajtott végre ez a társaság azzal, hogy simán bekerült a négybe, most már azt mondhatom, hogy bekerült. Az eredményes szereplés egyik fő összetevője, hogy Gergely István, Kis Gergely és Steinmetz Barnabás személyében olimpiai, világ és Európa bajnokoktól tanulhatnak a fiatalok a Kőér utcában, míg a másik, hogy a kötelező győzelmek mellett a Szeged és a Vasas ellen meglepő sikereket arattak. Nagyon nagy motiváció számunkra, a fiatalok vagyunk, 20-21-22 évesek, csak egy háromszoros olimpiai bajnokokkal játszunk, nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk is. Úgy érzem, hogy rengeteget tanulunk tőlük, mind edzésen, mind meccseken is, rengeteget segítenek nekünk, és örülünk, hogy ilyen időskorban ilyen meghatározó, rengeteg sikert elérő játékosok mellett tudunk játszani. Szívós Márton mielőtt 2012-ben a Szeged játékosa lett, egy szezonnyi olaszországi kitérővel 11 évig szolgálta a Honvédot. Ez idő alatt 5 bajnokságot, 4 magyar kupát és 2004-ben Euróligát nyert a kőbányaiakkal. Volt csapatának idei teljesítménye azonban még őt is meglepte. Én nagyon örülök, hogy így játszanak, és hogy ilyen stabilan bejutottak a legjobb 4 közé. Természetesen figyelem, hogy mit csinálnak a Kőér utcában. És... Novák Ferenc neve mára egybefort a Honvéddal. A szakosztály igazgató 1973 óta a háttérből segíti a csapatot, és bár az elmúlt 41 évben sok örömben és bánatban volt része, ez a szezon különösen kedves marad a számára. Nagyon jó nézni, mert végül is az eredményeink azt mutatják, hogy ez egy jó ötvezet. És nagyon sokat tudnak tanulni a fiúk. Esetleg az első 5, hogy a nemzetközi szerepléshez jusson a csapat, amit a ponzoraink elvárnának. Hát ez egy kicsit úgy néz ki, már túl van teljesítve. A Honvéd az alapszakasz utolsó 4 fordulójában a Ferencvárossal, a Szegeddel, az OSC-vel és a Péccsel találkozik.